Szeretettel köszöntöm Önöket, és teljes joggal nagy érdeklődés övezi az ellátórendszernek az újraszervezését. 2012-ben így állt az újságírók elé Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Az Orbán kormány akkor kezdett bele először az egészségügy átalakításába. Egyes betegségeket nem fekvőben, hanem egynapos keretek között kell megoldani, mert ez a korszerű. Az, hogy most 9 évvel később is hasonló átalakítást terveznek, csak abból a dokumentumból derült ki, amit tegnap hozott nyilvánosságra az RTL híradó. Ez szerint a kisebb kórházaknak egynapos ellátásokra kellene berendezkedniük, és a műtéteket nagyobb kórházakban végeznék el. A jobbikos Lukács László György szerint ez a vidéki kórházak halálos ítélete. Mondja azt, hogy a tervük nem igaz. Ezt kérte a tervet készítő országos kórházi főigazgatóság vezetőjétől ma nyílt levélben. Illetve azt, hogy legalább mondják meg, mely településeknek kell felkészülniük a kórházaik megcsonkítására. A Népszava úgy tudja, hogy a Kalocsai Kórház lenne az egyik, ahol a jövőben már nem végeznének műtéteket. Az MSZP szerint az ilyen nagy átalakításokról nem a sajtóból kellene értesülniük az embereknek. Felháborítónak tartjuk azt, hogy ilyen mértékű átalakításnál, amit látjuk, hogy maga az egész rendszert a megismert dokumentumból is, hogy az egész rendszert érinti, nem hajlandóak társadalmi vitára bocsájtani, és nem hajlandóak magát a szakmát sem megkérdezni. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint az RTL híradóhoz eljutott munkaanyagot az egyeztetések első lépéseként elküldték a megyei kórházak vezetőinek. A Népszava úgy tudja, hogy a kórházigazgatók 48 órát kaptak arra, hogy véleményt mondjanak. Például arról, hogy a jövőben a kisebb kórházakban csak nappal lehetne szülni. Ügyeleti időben a nagyobb, megyei kórházakba kellene menniük a kismamáknak. A Párbeszéd szerint ez azért is érthetetlen, mert a gyerekek nagy része éjszaka születik meg. Gyakorlatilag ezzel az Orbán kormány azt arra kényszeríti a vidéken élő szülés előtt álló nőket, hogy több 10-20, akár 60-70 vagy 100 kilométereket utazzanak vajudva egy kis településről egy megyei kórházba. Ez teljesen nonsens, átgondolatlan. A kormány ma is hiába kérdeztük, hogy támogatják-e a javaslatot, és mi a véleményük például a szülészetek átszervezéséről. Nem válaszoltak.